Lenin nagyon megköszönte Kun értesítését, és repült világá hír, hogy győzött a Magyar Tanács Köztársaság. Gyári munkásokból igazgatók, igazgatókból az új rendszer ellenségei lettek. Abban bíztak, hogy egy igazságosabb világ jön el. Statériális íráskodást vezettek be, ami azt jelentette, hogy rögtön ítélő törvényszék volt. Nagy tiszteletű úrnak személyesen kellett kivinnie azt a széket, amire az áldozatokat fölállították az akasztáshoz. Én ott hagytam az egészet, csapott papot, és azt mondtam, hogy én nem vagyok hajlandó tovább a hadseregben szolgálni. Száz harminchárom nap. A Tanácsköztársaság története.